Bár az eredmény még nem végleges, a választáson szinte biztosan ismét kétharmados parlamenti többséget szerzett a Fidesz-KDNP. A magas, közel 70%-os részvétel mellett az elemzők előzetesen azt várták, hogy a magas részvételből az ellenzéknek lehet előnye. Végül nem ez történt, sőt ez az első olyan választás, amit a Fidesz kifejezetten magas részvétel mellett nyert meg. Ekkora támogatottság az egy nagyon kellő és nagyon erős legitimációs alap lesz. Tehát azt gondolom, hogy a következő 4 évben egy meglehetősen stabil kormányzásra számíthatunk, hiszen az ellenzéknek innentől kezdve nagyon nagy legitimációs alapja megkérdőjelezni a kormány által kijelölt irányokat nem nagyon lesz, hiszen a választási eredményekre mindig vissza lehet mutogatni. Ez lényegében ez a 2010-es választási eredményekre inkább hasonlít, mint a 14-esre. A szociológus elmondta, azok, akik a 2014-es szavazáson nem éltek választójukkal, most erősebb kormányváltó hangulatban voltak. Úgy tűnik, hogy kb. 800 ezerrel többen szavaztak most, mint 2014-ben, és nem volt teljesen alaptalan az a várakozás, hogy azok, akik most éltek a választójogokkal a 14-es választáshoz képest, azok körében erősebb a kormányváltó hangulat, az előzetes mérés is ezt mutatta, de ugyanakkor persze azt is lehetett látni, hogy nagyon erős és nagyon intenzív mozgósító stratégiát hajtott végre a Fidesz, úgyhogy benne volt az elméleti lehetőség a kétharmadnak, mint a beszélgetés egy korai szakaszában már utaltam az ismert ellenzőre, Török Gábor, aki azt mondta, hogy lehet, hogy kétharmada lesz a Fidesznek, lehet, hogy feles, lehet, hogy elbukja, bármi lehet. Hát lényegében a bármi lehet az, ami bejött. Vitál Attila szerint ez a választás óriási tanulság volt a kormánypártnak és az ellenzéki pártoknak egyaránt, hogy milyen stratégiával lehet a választópolgárokat meggyőzni. Sokkal érdekesebb, hogy mi történik a ellenzéki pártokkal. Én egyébként is azt gondoltam, hogy az MSZP szervezetileg, politikailag és morálisan már egyaránt széthullott, és ez az utolsó pillanatban ez a kívülről behozott egyébként népszerűnek tűnő és tulajdonképpen karizmatikus tulajdonságokkal is bíró jelölt, miniszterelnök jelölt Karácsony Gergely meg tudja menteni ezt a pártot a totális bukástól. A választási végeredmény függvényében azt látható, hogy nem. Tehát, hogy itt a bal oldalon egy óriási átrendeződésre lehet számítani. Én azt se tartanám kizártnak, hogy az MSZP-ben a következő ciklusban mint párt megszűnne, és egy teljesen új alapokra épülő baloldal jöhet létre. A szociológus kiemelte, ez a végeredmény azt mutatja, Magyarországon a jobboldali konzervatív politika olyan mértékben teret nyert, ami esetleg a következő 2-3 ciklusra is meghatározhatja a magyarországi politikai erőviszonyokat.